Most pedig színjátszóink bemutatják Karinti Frigyes egy nagyszerű szatíráját, amelynek címe Visszakérem az iskolapénzt. A nedves főhős, Vasszergot, szép magyar nevén Vízfej, ötlön tudatlansága miatt vádolja egy neves intézmény tanárait, a szerző egyaránt görbetöklöt állít a Balfék Nebuló és a tantestület elé. De mégis őszintén tudunk derülni az elénk táruló képen, hiszen fiatalságunkat, saját diákéveket juttatja eszünkbe. Kedves képzősök, nektek pedig segít felkészülni az utolsó nap megnevettetésre, az érettségére. De csend, hiszen hamarosan megszólal a csengő, és belé az iskola szolga. Hivatalos órákban érdeklődött tanügyben, vasár és minden nap kivételében minden szerdán és szombaton. De nem szülő. Tanuló? Nem hinném, mivel szakállatom. De nem szülő és nem tanuló. Hát akkor mi? Azt mondtam, mondjam csak, hogy vászállat. Hogy néz? Hogy most oda fél elrázatom. Bocsássa be, bizonyára valamelyik iskola látogató lesz. Azonban. Nem ismernek az igazgatónőt? Úgy látom, egy kicsit megváltoztam. Na mindegy, a könyvedből majd kiderül. Könyvedből? Ám bátor. Igazgatónőt kérem, én vagyok a Vasszergot. Kétségtelen szerint, de mindazonáltal. Hát még ebben nem is emlékszik. Na mindegy, egy szóval. Én ide jártam iskolába ezelőtt 18-20-nővel. Lehetséges, és most mire van a szüksége? Bizonyítvány más alatra? Nem kell nekem a magunk bizonyítványa. Azt is visszaadom, amit kaptam magukból. Másért jöttem én ide. De azonban, tekintetes igazgatóság. Még ennek az iskolának a volt növelléke. Van szerencsém tisztelettel visszakérni az iskola pénzt, amit 18 évvel ezelőtt tanítjára befizettem. Visszakérni az iskola pénzt? Igen, visszakérem. Ha gondolom ember volnék, nem mondom, itt hagynám maguknak. Ott tegyek a fele. Legyenek vele boldogok. De két napja nem volt egy beleg kanál a hasamban. Nekem szükségem van pénzre. Tudod, nem értem, hát mégis nem. Mi nő alapon? Hogy mi nő alapon? Hát azon az alapon, hogy engem rosszul tanítottak a pénzre. Azon az alapon, hogy nekem bizonyítványt adtak, hogy tanultam valamit a pénzemért, és kiderül, hogy nem tanultam semmit a pénzemért. Hát nem értem, hát mégis. Micsoda ötlet, tudod? Csak adja maga az ötletet. Olyan jó ötlet, hogy nekem, magamnak, elfelelősségem volt. Hála maguk tanítomására. Amitől ilyen érhetetlen számára lettem. A Csetomit barátom ott elküldte. Csetovics? A Csetovics! Egy fél órával ezelőtt a kőkúton sétáltam, és azon gondolkoztam, hogy most honnan szerzek ezt is pénzt, mert hogy nincsen fél óra. Találkoztam a Csetovicssal. Hát mondom, hogy a Csetovics. Azt mondja, jó, megyek a leszállóban, beváltani a valuta különbözetet, amit nyert. Hát mondom, mi az a valuta különbözet? Hát azt mondja, nem tudom. Az úgy volt, hogy papírba betettem 70 pontot, különbözetten megnyertem. Hát mondom, mi az, hogy papíron betettem, különbözetten megnyertem? Azt mondja, hát te meg se tudod. Hát akkor te semmit se tudsz. Nem, kérdezte az iskolapénzt. Hozd az alapot. Én megmondom. Hát igazol ezt neki. Hogy ez nekem eddig nem jutott az eszembe. Hát csalkon fordultam, és eljöttem ide. És most, tisztelettel kérem a tekintetes igazgatóságot, hogy adják nekem vissza az iskola pénzt, mert hogy én nem tudom semmit. Hát nem értem, hát én esetem még nem volt. De Csetovics ezt mondta önnek. A Csetovics bizony, az én jó barátom.
Ha itt megkapom a pénzt, meg is hálálom meg valamit. Veszek neki valamit, veszek én. Miféle pénz? Hát csak nem gondolja komolyan. Még hogy nem gondolom meg komolyan? Hát de még milyen komolyan gondolom? És ha én nem kapom meg az igazságomat, elmegyek a minisztériumba. Oda viszont. A fötörébe. Elmegyek, és. Beperelek a nyelvét mindenségét. A keserves micsodáját? Ha nem keserve nőr kilopják a pénzt, hogy nem tanítják meg szerint. Hogy most itt állok, végig a mártékenre, és nem tudok szerint. Ha pedig iskolába jártam. Őrült. Hát csak tessék elmondani, Wasserman úr, majd megvizsgáljuk az ügyet. Hát de Bibi, addig innen el nem mondod? Mi lesz a pedig felmenjük? Én iskolába jártam, tanultam a pénzemet, de nem tudok semmit. Hát honnan gondolja, hogy nem tud semmit? Az már nem egy dolog. Van az adott. Hívja a tanárokat, vizsgáljuk meg. Mondják meg, hogy nem tudok semmit. Mindenki. Szóval, de vizsgálni akar? Azt. Én nem tettem, hogy legyek a vizsgálatot. Pedig nem fog semmit. Hát valószínűleg nem tudom, hogy akkor tudtam volna, hogy nem tudok semmit. Hát de én nem félrevezettek. Kérem az újságban, hogy vizsgálatot. Tessék engem fog vizsgálatot hagyni. Hadd erejét, hogy nem tudok semmit. És adják nekem vissza az iskolapénzemet. Miszerint vizsgálni akar? Azt én. Hagyom magam hozzá. Ti én esetem? Nem. Meg kell kérdeznem az altestületet. Befogadni van a konferenciát. Addig tessék ki menetele szobába is lelkozni. Hát csak tessék sietni, nem nincs sok idő. Igen, és tisztelt igazgató, hogy mi? Kérem, hívja be! Bemete tanárnőt, recsege tanárnőt, tolvízó tanárnőt és horgyák tanárnőt. Rendkívül konferencia lesz. Azonnal kérem. Azért hívattam önöket, hogy szerintem egy nagyon kényes ügyet, hogy terveztek a tanulmányokat. Ez eset nagyon nehéz, ilyen esetben. Azért hívattam önöket, mi szerint egy nagyon kínes ügyek felől terjesztek a tantestület elé. Kérem, foglaljanak helyet. A konferenciát át erővel megnyitom. A minap megjelent nálam egy Wasserkopf nevű volt tanulói az iskolának, aki a tanügyi szabályzatban eddig elő nem forduló páratlan esetet jelentett. Hallatlan, kérem, hallatlan. Mi történt? Ez az ember visszakéri az iskolapénzt. Visszakéri az iskolapénzt? Visszakéri az iskolapénzt? Visszakéri. Vissza. Visszakéri az iskolapénzt. Azzal a megoldással, hogy ő nem tud semmit. Az önök véleményét szeretném meghallgatni a tekintetben. Tisztelt konferencia! Szerintem a kérdés fizikai képtelenség. Az energia megmaradásának elve alapján, ugyanis minden tanuló idővel annyit veszít tudásából, mint amennyit az intézetből kiszorított tanár véleménye ebben az ügyben nyom. Mikor történt a hasonló esetet nem ismer. A borbonokról mondták, hogy nem tanultak és nem felejtettek semmit. De nem töröltétek a vizsgát, mikor tudományos következtében kitört a forradalom 1792-ben. Az a kérdés a tőkét követelően, hogy kamatos kamataival az egész esetben, hogy mennyire azok a felhetetlenek. Ebben az esetben hol fekszik az ember? Kint már a tetőszobában azt akarja, hogy bocsássuk a kultvizsgára. Az önök véleményét szeretném meghallgatni erre a helyzetben. Tisztelt konferencia! Véleményem szerint nem veszítünk vele semmit, ha a Wasserkopf boltanulót kótvizsgálatot csináljuk. Lehetetlennek tartom, hogy megjutnék, és ezzel minket nagyon
mit látom, mint egy rendkívül gonosz emberrel álló szemben, aki minden áron kompromittálni akar bennünket, és pénzhez akar jutni. Ki kell fogni rajta? Lehet, hogy konkurens vállalat tudnánk. Hogy gondolják, hogy jó? Nagyon egyszerűen. Az a cél, hogy azt lehet, hogy semmiképp meg nem tudni. Mert ha azt lehet, hogy valamire nem tudsz vele, akkor mi bújtunk meg, és ő nyer. Ezt lehet, hogy nem kell tenni. Akár egy ember azt lehet, hogy le kell bizonyítani, hogy jó. Én vállalom, ha megjött a kezem. Kérem az igazgatót, hogy vezetes el a kiskátot, mi pedig bánjunk vele nagyon csinyán. Nem ez valami baj, de miért csak a valamok miatt tartok? Tessék csak ránézni, ez még csak. Igen, és kérem, vezesse be a szerelőt urat. Azonnal. Isten hozta. Isten hozta. Isten hozta. Isten hozta. Nyilván erre akarjuk felhívni a figyelmet. Ez a kedves figyelem annyira jól esik mindnyájunknak, hogy azt hiszem nem találok ellenmentésre, ha indítványozom, hogy magam is életből már is bocsássuk rá, még a vizsga előtt, mint tűnő osztálya. Igen, úgy van, nagyon ügyes. Maga viselet, jeles. No, függül akar megint tartani. A maga tartásra nem múlik. Tessék engem megbuktatni, és itt tartani. Az a méltányos kérését a tantestületből és a vállalat felé bocsátotta, amely úgy döntött, hogy a vizsga megrejtendő, és eredményétől tendő függővé, hogy vajon kérése jogosult-e, s ha igen, milyen mértékben teljesíthető. Miért tudhassuk ezt tudomásul venni? Másul, gyerünk a falvába, mert nekem pénz kell. Na, gyerünk, kérdezzetek, szamar, az a szamar. Kíváncsi vagyok, ki lehetne bevenni egy értelmes feladatot. Első tartát történelem, kérem, lecsetek, és aztán kezdjük a vizsgálatot kikérdezését. Foglaljuk helyet, vizsgálatot. Egy személyeket. Éjjel, nem kicsit. Vasszágok úr azt akarja közölni, hogy hallandó a nehéz, fárasztó vizsgál, egyenesen állva, csípőredet kezel. Megkímélendő bennünket attól, hogy később tornából is le kelljen vizsgáztatni. Indítványozom a tornából jeles minősítéssel bocsássuk át. Az igazgatónőnek mi torna tanárna berendezésével. Nagyon érdekes, tornából is jeles. Ez egyszer ki fog takarítani. De most már jártam oda, mi járt magadat. Tessék kérdezni. Na, mi van? Nem tudsz? Recsegek. Mindig is ilyen hülye voltál. Tessék csak várni! Mondja meg nekem, vizsgázó úr! Nem itt tartott a harmadikas háborút. Akkor mondani nem tudom. Tessék csak! Tudja ő biztosan! Na, igazatom, hogy kérem, hát így nem lehet vizsgálni. Ha bennet nem mindig is jönnek. Hogy nem jött a tagadni, kérdés háború? Igen. Hát... Két héten ott van, de van. Azaz. Két héten ott van. Még tudom. Lesz egy rossz szobára fogtam, és nem sikerült a vizsga. Kérem vissza a vizsga pénzt. Nagyon jó volt, a válasz helyes. Mi? A jelölt úr ugyanis bebizonyította, hogy nem felületesen gondolkodik, hanem alapos komolysággal foglalkozik.
a mérésrendszer, kiderül, hogy egy év, egy méternek felel meg. Így a 30 éves háború szigorúan véve és alapos megfontolással csak olyan 7 évig tartott. Az mindjárt kiderül, ha... Ha a tekintetbe vesszük, hogy a napnak a felét, azaz 12 órát úgy kell számítani, akkor az időből,